Hargita üzeni a szíven érzi. Már a Várudvar bejáratánál vidám a hangulat Siklóson. Augusztus 12-e és 14-e között rendezik az idei várfesztivált, és már az első nap délelőkén sokan ellátogattak a programokra. A népszerű esemény még most is újdonságként hat a turisták számára. Igazából véletlenül jöttünk ma, de hallottuk, hogy várnapok lesznek. És van olyan program esetleg, amit várnak, már tájékozottak, hogy mi lesz? Még nem néztük ki. Még csak a várat nézzük. Véletlenül szereztünk csak tudomást, hogy most Siklóson ilyen nagy ünnepség van. Pécsen nyaralunk, és így átjöttünk ide. És van olyan program esetleg, amit várnak kifejezetten? A vártörténet bemutatót azt nagyon szerettük, és a délutáni programokra is vissza fogunk majd jönni. A várban egyébként a jégkorszakról is látogatható egy időszaki kiállítás, de természetesen a korabeli öltözékek, fegyverek és bemutatók vonzák a legtöbb ide látogatót. Bár már pénteken elindult a rendezvény, a főnap szombaton lesz, mondta el stábunknak a várkapitány. 10 órakor lesz egy nagyszabású felvonulás, a város közepéből följövünk a várba, polgármester úrral egyetemben, és nagy kíséretünkkel, körülbelül 200 hagyományőrző lesz ott velünk. Aztán utána kezdődnek a délelőtti programok, óriásbábok, művészmutatványok, zászlóforgatók, stb. Stb. És délután 4 órakor lesz nekünk egy nagyon nagy csata lent a várkertben. A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megtalálhatja a kedvére való elfoglaltságot. A szervezők könnyű zenei koncertek is készülnek, de a történelemről is sokat tanulhatnak az érdeklődők, sőt, testközelből érezhetik, milyen volt itt az élet néhány száz évvel ezelőtt. 1, 2, 3!